Rácznék Alányos Gyöngyi roma származású grafikus és festőműveinek megtekintésével kezdődött meg a Tolerancia Nap Bonyhádon. A főként érzelmeit, a cigányság hagyományait megörökítő festő azt mondja, az ő élettörténete jól mutatja, mennyire nem könnyű érvényesülni egy roma származású értelmiségének. 17 éve dolgozik csecsemőgondozóként és 46 éve alkot. Ebből a festészetből nem lehet megélni. Ez olyan, mint a kutya vacsorája, de viszont én 5 gyerek mellett végeztem el egy főiskolát, mint csecsemő és kisgyermek nevelő gondozó vagyok a bölcsödében, és tulajdonképpen így tudok megélni, hogyha ebből a szakmába dolgozom. A Tolerancia Napon Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere is részt vett. A városvezető ígéretet tett arra, hogy Rácznék Alányos Gyöngyinek lehetőséget adnak egy nagyszabású kiállítás megszervezésére. Filóné Ferenc Ibolya hozzátette, egymás megértése, elfogadása nélkül nem lehetséges az együttélés. Kincses Ibolya, Bonyhád roma nemzetiségi önkormányzatának elnöke azt mondja, éppen ez a gondolat vezérelte őket a Tolerancia Nap szervezésekor. A roma önkormányzat igyekszik információkkal, tájékoztatással segíteni a bonyhádi kisebbséget. A várostól pedig minden segítséget megkapnak a pályázatokhoz, a fiatal tehetségek támogatásához. Minden évben 35-40 roma fiatal részesül ösztöndíjban. A legfontosabb az lenne szerintem, hogy a megfelelő együttélés. Úgy elfogadni a másikat, ahogy van. Függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű, függetlenül attól, hogy hogy él, attól függetlenül ő is ember, és igenis el kell egymást fogadjuk, és toleránsnak kell egymásnak lenni. A Tolerancia Napon a Bonyhádi Rendőrkapitányság vezetője, az Országos Roma Önkormányzat Tolnamegyei képviselője, a város jegyzője, valamint szociális intézmények szakemberei is részt vettek. A nap szakmai egyeztetéssel zárult.